A BMW F50 GS rendelkezik egy diagnosztikai csatlakozóval. A csatlakozó itt rejlik, már gondolom páran tudják. Ő lenne az. És nem régen az interneten találkoztam egy leírással, hogy hogy lehet viszonylag olcsó megoldással egy OBD2-es csatlakozót rászerelni erre a diagnosztikai csatlakozóra, és egy androidos applikációval ki lehet olvasni a rendszer adatait. A csatlakozót ki lehet emelni a helyéről, és ilyen csavaró mozdulattal le lehet szedni a kupakját. Bár 10 lyuk van rajta, de nincs használatban, csak 3. Ezt a 3 pontot lehet rákötni az OBD2-es csatlakozóra. Ezt az OBD2-es olvasót korábban vettem az interneten, viszonylag egyszerű cuccról van szó, és a leírásban megtaláltam, hogy melyik az a 3 pont, amit össze kell kötni a BMW-nek a dugójával. Ez így néz ki, igazából a 16-os, az 5-ös és a 7-es lábat használjuk. A 16-os láb a táp, az 5-ös láb a föld, és a 7-es lábon pedig megy az adat. Ez úgynevezett K-vonalon. Az adat megy az első lábra. A földdel is. Föld megy a 4-es lábra. És végül a tápot rakom rá, az pedig a csatlakozónak a 6-os lábára megy rá. És ha mindent jól csináltam, akkor elvileg látszódik is, hogy kap áramot az OBD2-es adapter. És igazából ezzel már megoldható a kommunikáció Bluetooth-on keresztül az applikációval. Az OBD2-es csatlakozót összepárosítottam Bluetooth-on keresztül a telefonnal, és jöhet az applikáció indítása. Az applikáció neve Motoscan, letölthető a Play Store-ból. Itt kiválasztjuk az R13-os modellt, az én esetemben ez egy 2002-es F50 GS. És megnézzük, hogy tud-e kommunikálni. Elfogadjuk a feltételeket. Itt szépen kiírja a jármű adatait. Hibakódokat olvashatunk ki vele. Azt mondja itt, hogy 2 hibakódot talál, egy oxigénszenzor, és hát ugye itt a hátránya a light verziónak, hogy további hibakódot nem mutat meg. Tehát van még valami gond a rendszerrel, amit jelenleg nem tudok megnézni. És ugyanígy sajnos a hibakódok kiírtása sem működik. A light verzió ezt nem engedi meg. Itt lehet beállítani további paramétereket, milyen adatokat szeretnénk megmutatni. A light verzióban szintén csak, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 adatot enged, a többit azt sajnos csak a teljes verzióban. De ki lehetne választani, hogy mit szeretnénk. Amit viszont ki tudunk próbálni, például az üzemanyag szivattyú tesztelése. Itt zúg az üzemanyag szivattyú.
már a hűtőventilátort nem engedi tesztelni. Ami még érdekes lehet, hogy az ABS-nek is ugyanúgy ki lehet olvasni az adatait. Itt is találunk egy-két hibakódot azért. Amit még érdekes lehet, hogy az ABS engedné elvileg légteleníteni az első és a hátsó fékkört, valamint egy másik tesztet is engedne csinálni. De ez csak a teljes verzióban lehet.